Azt, hogy a kutya az ember legjobb barátja, igazolja a bácsföldvári Kláit család is, akiknek udvara vidám és játékos beagle és kifinomult kavallír kutyák ugatásától hangos. Dejan és Gordana, akik két gyermek, a 6 éves Nemanja és a 1,5 éves Strahinja szülei, a munka és a családi kötelezettségek mellett a Ready for a Party nevű kutyatenyészet vezetői is. A családfő azt mondja, hogy egész életében kutyák között élt. Egykor, amikor még édesapja állattenyésztéssel foglalkozott, tele volt az udvar vajdasági pulikutyával, akikkel, emlékezett vissza, mindig nagyon szeretett barátkozni. Ők mégis a beagle kutyafaj mellett döntöttek. 12 évvel ezelőtt. Azért, mert ezek a vadászkutyák nagyon vidámak és energikusak. 2007-ben jött a házba az első beagle kutyánk, Magyarországról érkezett, és Lilinek neveztük el. Ő volt a házi kedvencünk, nagyon szerettük. 2010-ig nem is terveztünk semmit. Ekkor azonban megérkezett egy hím beagle, hogy Lilinek legyen társasága. Történetünkben a 2010-es év volt a fordulópont, ami a tenyészetünket illeti. Ugyanis 2010 és 2012 között még 3 komoly kutyát beszereztünk külföldről és hazai tenyészetekből. És egészen 2013-ig, amikor is regisztráltuk magunkat mi is, mint tenyészet, érkeztek a kutyák. Ma a Ready for a Party kutyatenyészetben mintegy 20 beagle kutya van. Tenyészetükből 3 kontinensen is élnek kutyák, a saját soraikból pedig 7 nemzetközi bajnok került ki. Egy európai junior, 3 multibajnok, de fiatal és felnőtt nemzetközi bajnokságokon is részt vettek. Komoly külföldi kiállításokra mentünk, körbejártuk a környező országokat, és ezeken a kiállításokon kutyáink mindig vagy elsők, vagy az elsők között voltak. Tenyészetünkben van néhány sztár. Nagyon büszkék vagyunk például Country Boyra, aki a mi tenyészetünkben született, és mindenhol, ahol megjelentünk vele, nyert. Szlovákiában, Horvátországban, Magyarországon, Boszniában, Montenegróban. Tehát bárhova vittük, mindenhol eredményt ért el. Feleségének, Gordanának az volt a vágya, hogy Cavalier King Charles spániel kutyák is legyenek, amelyek nagyon kötődnek az emberekhez, vidámak, szórakoztatóak és kiváló kísérők. Az ő kezdeményezésére 2010-ben a családi otthont tökéletesítették ezekkel a kutyákkal. Anyai kötelezettsége miatt azonban a 1,5 éves kisfiúk Strahinja születése óta a kavalír kutyákat férje Dejan gondozására bízta. Az első nőstényt Belgrádban vettük, majd megérkezett a hím kutya is Magyarországról, és ez így kezdődött. Jelenleg 5 nőstény és 1 hím kavalír kutyánk van. Nagyon sok időt igényel a tenyésztésük, a szőrük miatt is, és amiatt is, hogy nagyon érzékenyek. Ezért külön figyelmet igényelnek, amit én most átirányítottam Dejanra. Igen, ők már az én kedvenceim. Ezt a szeretetet és törődést most neki adtam át. Persze én is segítek, amikor csak az időm megengedi. Nagy segítséget nyújt a családnak Dejan édesapja is, aki szintén gondoskodik a kutyákról olyankor, amikor ők nincsenek otthon. Ez a hagyomány a dolgok jelenlegi állása szerint még sokáig megmarad a Kláit családban, mivel a legidősebb fiúk Nemanja is nagy érdeklődést mutat a kutyák iránt. Első kutya kiállítására már 4 hónapos korában elvitték. A serlegek nagyon fontosak, mind Bácsföldvárról valók, és amint látják is, mind bajnoki serlegek. Én minden kiállításon részt veszek, és bemutatom, hogy én hogy dolgozom. A bácsföldvári kiállításon Hani nevű kutyámmal voltam. Ezek mind az ő serlegei. Arról, hogy a Kláit családnak a kutyák egészsége a legfontosabb, tanúskodik az a tény, hogy az állatokat Csehországban vizsgáltatták genetikai betegségek ellen. Terveik nagyok és a kapacitás bővítésről szólnak, továbbá folytatják a munkát mindkét kutyafajta egészséges vonalának minőségi tenyésztésére.